Na jó. Ez most éppen az új leltár videó. Most 2013. november 3 éjjel van. Már bőven 9 óra után vagyunk. És... ja, ez nem zaj. Ez a... ez a fejhallgatomból jön, mert... közben itten a leltár, közben itten... ilyen változó formák vannak. Mindegy. Az a lényeg, hogy van már két majdnem teljesen kész gép. Az egyikből csak apróságok hiányoznak, a másik, ez az alsó, ez teljesen kész van. Hát a felső az 95%-os készenségben áll. Van hozzájuk kettő monitor, van hozzájuk kettő egér, egy ilyen kék-fehér, meg egy ilyen fekete-fehér, mind a kettő tök jól működik, de billentyűzet egy darab sincs. Van még kettő tartalékom ott a sarokba, kettő teljes alaplap, ugye a megfelelő PCI-os kártyák, azok itt sorakoznak, tehát PCI-os kártyákkal mondjuk el vagyunk látva. Van hálózati kártya, videókártya, a hangkártya az nem nagyon kell, mert eleve olyanok az alaplapok, hogy van benne integrált. Hát most Istenem, nem egy kimagasló minőségű hangot fognak kapni a srácok, de így is legalább az alapvető hangok azok menni fognak rajtuk. Mindegyikhez van memória. Tehát ezt most itt nem tudom mennyire látni, hogy memória az van, de sajnos a miensége az nem túl jó. Mert csak DDR1-es memóriám van, és az egyik alaplaphoz, például ez a nagyhoz itt hátul, ehhez nem jó a DDR1. Hogy mutassam, szóval ezt egy kicsit erőkom. Nagyon mágneses a hegye, figyelni kell, hogy a vinyóra essen. Erről az alaplapról van éppen nagyban szó. Ez egy Mercury Mob KOB845 akármilyen alaplap, igen. És az az igazi nagy hibája, hogy csak SD-vel dolgozik, mint látjátok. Tehát ez bizony SD hely, és nekem SD memóriából olyanok vannak, hogy 32 mega, meg 64 mega, meg van egy darab 256-os is, de hallod? Hát az még mindig gyenge, mint például... na, tessék! DDR-es 256-os, na, mit szólsz ez? És itt van egy darab 64-es... nem tudom úgy fordítani, lássátok, mindegy, erre a sárgára az van erre, hogy 64. Aztán van itt alul egy másik kártya is, hát ez ugyanúgy 64-es. Tehát a kettőt összerakom, akkor is csak 128 memóriára rendelkezésre, ami nagyon-nagyon minimális és nem helyes. Tehát alapvetően 756 vagy talán 1 giga memória kéne ehhez. Ráadásul továbbra sincs kábelem, ide kábel. Az is kellene. Úgyhogy a következő kellenének, mindjárt meg is mutatom, mert itt a... egy pillanat, csak leveszem a ház oldalát. Ennek a háznak az oldalát valahogy leveszem. Megpróbálom így egy kézzel, de... ez igen nevetséges lesz így. Egy kézzel kurva nehéz levenni. Na, mint látjátok, ebben már majdnem minden benne van. Hogy mutassam, hogy ne menjen bele a fény. Na szóval benne van... proci, benne van a DVD-olvasó, a vinyó, ami már föl van telepítve, tehát a vinyó már teljesen kész van. Benne van egy kis lemez, a táp is benne van. A memóriákat még nem tettem bele, mert ott kellett lecsavarni a memória mögött. Tehát ezeket majd utólag beteszem, ezek azok, amik itt vannak egyébként, kettő darab 512-es memória. És mihelyest ez megvan... ez kemény ez a pormi, pedig még sose volt használva, mindegy. Minden benne van, tehát bele van integrálva még a jövő hét is. És amire szükség van, az a kép, a hang, a hálózat és egy-két USB, tehát nagyjából ennyi. Úgyhogy minden bele van integrálva, ebbe semmilyen kiegészítő kártya nem szükséges. Beleteszem a két darab memóriát, az megvan, de nincsen ide kábelem, hogy bekössem a vinyókat. Nincs. Aztán, hogy a gépet egy kicsit tovább cumisztassuk, nincsen VGA kábelem, amit be kéne kötni a monitorba. Mert ennek az alján is csak egy dugó van,
nem pedig egy kilógó kábel, mint például a CRT-nél. Most ez úgy néz ki, hogy az alsó monitor az alsó gépé, tehát az már kész van. A felső monitor, meg a felső gépé csak, hát ebből ezek a dolgok hiányoznak. Akkor kezdjem sorolni, ugye? Kellene 2-3 darab idekábel, kellene 3 darab 512-es SD memória, 2 darab 512-es DDR-es memória, idekábelt azt nem tudom, mondtam, kell 3 idekábel, kell egy VGA kábel, és így nagyjából ennyi. Tehát ahhoz a két alaplaphoz semmim nincsen. Se ház, se monitor, se billentyű, se egér, csak a kiegészítő hardverek, amiket itt láttok. Azt így ennyi. Itt van még 2 vinyó, mind a 2 föl van telepítve, és arra vár, hogy abba a 2-be belekerüljön. Na ugye világos. Úgyhogy hát várom a felajánlásokat azoknak a részéről, akik esetleg szeretnének segíteni az ingyenes számítógépek összerakásába, jó? Ennyi volt a lista. És előre is, kösz szépen mindent.